a világ minden országában elterjedt a méhek védelmének hangsúlyozása, ezért az Egyesült Nemzetek Szövetsége május 20-át a méhek világnapjának nyilvánította 2017-ben. A kiskörösi enyműben ez alkalomból szerveztek programokat a gyerekek számára április 27-én és 28-án. Nálunk az ökonapok nagyon fontos szerepet kapnak az intézményünkben, mert örökös ökoiskola vagyunk, és ezért van, hogy a méhek napját is kihasználjuk, és ilyen sűrű programokat és érdekes tevékenységeket szervezünk ide a gyerekeknek. Ez már több évre tekint vissza, és általában én vagyok megbízva méhész feleségként szervezőnek. A csütörtöki program egy tudományos előadással vette kezdetét, mely során a gyerekek megismerkedtek a méhek testrészeivel, a mékas lakóival, majd a méhészek munkájával. Én ezt ígértem nekik már pár éve, de most jött az ötlet, hogy hogyan is tudnánk ezt megvalósítani. Nagyon örülünk, hogy az iskolánknak van egy ilyen belső zárt kis udvara, mert itt biztonságosan meg lehet ugye tekinteni a méheket, anélkül, hogy bárkit megszúrnának, vagy veszélyben lennének a gyerekek. És itt, az itt igazán testközelből tudják a gyerekek látni, hogy miként zajlik a méhészkedés. Az intézmény udvarába beköltözött méhekkel egész héten ismerkedhettek a gyerekek. Péntekre pedig egy olyan különleges feladatot kaptak, mely során saját címkét kellett készíteniük, amit egy üvegre ragasztottak fel. Ezeknek az egyedi matricás üvegcséknek igazán fontos szerepe volt az utolsó program során. Hozzánk fognak eljönni, hála Istennek nem messze van itt a, a méhész műhelyünk az iskolától, és a csoportok el tudnak szépen sétálni, ahol be van rendezve a pörgető helyiségünk és ott lényegében a gyerekek a saját kezükkel tudnak maguknak mézet pörgetni, megtekinthetik a pergetőt, a fedelező eszközöket, és hogy miként zajlik a méznek a betakarítása, és ezért is van, hogy előzetes feladatként ilyen kis üvegeket készítettek maguknak, mert ezt majd minden csoport magával hozza, és ebben pörgethet magának saját mézet, és ez majd az ő saját kezük által elkészített mézük lesz. A programok fő célja az volt, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan tudják megóvni a méheket a jelenlegi helyzetben. A méheknek egyre nagyobb a jelentősége manapság, hiszen uh, tudjuk, hogy uh, egy klímaváltozás van folyamatban, és uh, sajnos a, a házi mé, vagy ez a pannom mé, a, ami a, itt a hazánkban őshonos, ő már nem nagyon tud önmagában a természetben megélni, tehát mindenképp kell a méhésznek a beavatkozása, hogy megmaradjanak a méhek, és ezért is fontos, hogy az emberek is ezt felismerjék, már egészen a gyerekek is tudják, hogy mennyire nagy értéke van a méheknek, ugye a beporzást tekintve, de, de egyéb folyamatokat tekintve is nagyon fontosak az ökológiai körforgásban. A programok között a gyerekeknek volt lehetősége megkóstolni a többfajta mézet is, melyek közül leginkább a jól ismert akác és repceméz nyert el a gyerekek tetszését, különleges állaguknak és ízviláguknak köszönhetően.